Ma délelőtt újabb kiválasztó napot tartottak akadémiánkon, ahol 6 korosztályban mérettették meg magukat az ifjú labdarúgó palánták. A játékosokat természetesen a szülők is elkísérték. Mivel Biatorbágyon élünk, ezért ugye hozzánk közel van a Puskás Akadémia, tehát ismerjük már, és az interneten találtunk rá a kiválasztó napra. Szeretnénk megnézni, hogy a gyerek körülbelül milyen szinten áll a saját korosztályában. Szeretnénk képet adni, hogy az elmúlt 6 évben mennyit fejlődött. A felhívást a Facebookon találtuk meg, megjelent a kiválasztó nap, és akkor beiratkoztunk a kiválasztó napra. A fiam 2007-es születésű, Temesvári Polinál játszik. Hajnali 4 órakor indultunk, az út jó volt, elég könnyű, az M0-áson volt egy kis dugó, de jó volt az út. A gyerekek nem fáradtak, pihentek, korábban lefeküdtek, az úton is még egy kicsit aludtak, amennyit bírtak. A fiatalok gyorsasági és technikai felmérésen estek át, majd a mérkőzésjáték következett. Egy nagyon eseménydús, nagyon élvezetes napon vagyunk túl, ahol úgy gondolom, hogy mind a kollégáim nevében és a gyerekeknek a nevében is mondhatom azt, hogy jól érezték magukat, élvezték és mindent beleadtak, megpróbálták megmutatni labdarúgó képességeiket. Az egész kiválasztó nap 10 órakor kezdődött egy apró pici megnyitóval, majd 3 csoportra osztottuk őket, ahol helyből távolugrás, 5-10-30 méteren fotocellák között kellett megmutatniuk robbanékonyságukat, lokomotorikus vágtagyorsaságukat, valamint a harmadik csoportnak egy labdás agilitási teszten kellett részt venniük, ez nevezetesen az Illinois teszten, ahol a labdával történő megindulásukat, fordulásukat, a nulláról, a lassítási, gyorsítási képességüket, nulláról maximális sebességen történő labdavezetésüket mutathatták meg. Ezt követően következett a gyerekek számára ugye a labdával történő képesség felmérések, amikor is az egyik csoport a kapura lövési képességeit tudta megmutatni, a másik csoport pedig 1v1 elleni párharcban vett részt, ahol kíváncsiak voltunk a labdavezetésre, a cselezésre, a visszatámadásokra, a szerelésekre. És miután ez a blokk is véget ért, a harmadik blokkban pedig következett a mérkőzésjáték, ahol a gyerekek ugye ezeket a képességeket ötvözve tudták megmutatni azt, hogy hogyan tudják ezeket alkalmazni mérkőzésjáték közben, hogyan tudnak vele boldogulni, és mégis mennyire élvezik a játékot. És vajon hogyan vélekedtek a kiválasztó napról a gyerekek? Hát remekül éreztem magam. Picit meleg volt, de hát az bírható meleg volt. Volt olyan feladat, ahol futni kellett, a gyorsaságot mérték, labdás koordináció és helyből távolugrás. Nagyon-nagyon szép a stadionnál, még nem jártam, nagyon tetszik, de az is meglepett, hogy ennyi edzőpálya, nem gondoltam volna, hogy ilyen sok pályája van a Puskásnak. És egészen jól éreztem magamat, egy jó kis napot itt eltöltöttünk, és remélem, hogy még lesz folytatása. Akiknek most nem sikerült, ne búsuljanak. Akadémiánk az ősszel is tart kiválasztó napot.